mindenkinek, ti most az Amelka Karamelka csatornán vagytok, és ma csendkihíváson kell. Csendkihívás. Azoknak, akik nem ismerik, ez egy olyan kihívás, ahol feladatokat kell elvégezni lehető legnagyobb csendben. Annak tisztázására, hogy ki lesz a legcsendesebb, zajmérőt fogunk alkalmazni, akinek alacsonyabb száma lesz, az nyer. Az, aki a legtöbb feladatot elvégzi, és a leghalkabb lesz, az jutalmat kap. Élvezzétek ki a részt, kezdjük a kihívást, gyerünk! Szóval itt is az első feladat, egy chips. Mindenkinek meg kell lennie 3 darabot. Az, aki a leghalkabban eszi, az pontot kap. Hát, ki kezdi? Majd én. Oké, kezd el, megmérem, hogy a készülék hány decibelt fog mutatni. Decibel? Mi az? Ez a hangerőssége, a vizet literben, a dolgokat kilóban, a hangot decibelben mérik. Á, most már értem, szóval minél több zaj, annál több decibel. Így van, Amelka, bekapcsolom a készüléket. Készen állok, kapcsolt be! A te eredményed 68, akkor most nézzük meg, mit tud a másik résztvevő. Én vagyok a következő, kérek chipset. A te eredményed 70. Szóval ő halkabban ropogtatott, mint én? Nem meglepő, a moziban a te ropogtatásod az egész teremben hallatszódott, de én nem ordibáltam a teremben, hogy zavarjak másokat a filmnézésben. Ez a film simán csak ijesztő volt. És most Alice következik, nézzük meg, hogy kezeli a chipseket. Készen vagyok, kapcsold be cuccost. A te eredményed 69. Szóval én nyertem, juhé! Igen, ebben a körben kaptál egy pontot, és most lépjünk a második feladatra. Ahogy tudjátok, a chips nagyon magas kalóriatartalma, ami azt jelenti, hogy egy ilyen ebéd után le kell adni a zsírt. Most sportolni fogunk? Így is lehet nevezni, a második feladatban a leghalkabban kell átugrálni az ugráló kötelet. Ezt valószínű könnyű csöndben megcsinálni. Szerintem nem. Hát akkor próbáljuk ki, én vagyok az első. Elkezdjük a tesi órát, Amelka kezdi. Az egyik kezedben a stopper óra van, a másikban a zajmérő, a parancsokra. 3, 2, 1, indul! Nem rossz, jó. A te eredményed 70. Még nem tudjuk, hogy ez jó vagy rossz. Igen, talán halkabban ugrálunk, mint Amelka. Terítsük ki, Diana, te vagy a soron! Készen állok, bármikor kezdhetjük. Terítsük ki, Diana, te vagy soron. Eredményed 76. Látod, én csendesebben ugrottam, mint te. Ugyancsak pár decibellel köröztél le. Most nézzük meg, Alice, hogyan végzi el a feladatot. Miután rednéztem, akkor kapcsoltam, hogy tudnék halkabban ugrálni. Gyerünk, mutasd meg! Készen vagy, beidőzítem. 3, 2, 1. Állj! 76 pontod van, ami azt jelenti, hogy Amelka nyert. Már érzem, hogy enyém lesz a nyeremény. Ne kezdj el túl korán örülni. Olyan meleg van nyáron ugrani, hogy muszáj innom valamit. Remek ötlet, sportolás után mindenki kapni fog egy hideg italt. Menjünk be! Tessék az italod! Bár, ez egy másik feladat, ugye? Igen, az a feladat, hogy a lehető leghalkabban kell kinyitni az üveget. Hát épp időben mondtad, még egy kicsi, és eltörtem volna az üvegemet. És automatikus vereség lett volna. Kinyitja ki először. Kezdjük el velem, mint mindig. Bekapcsolom a hangmérőt, és mehet is. A lényeg, hogy ne rázd meg, különben kijön a szóda tetején. Megvan, hát sikerült?
Eredményhirdetés a végén lesz, ha mindenki végzett a feladattal, így érdekesebb lesz. Igen, a győztes körül még mindig intrika van. Most én következzem. Készülj fel és tart! Hát, elég csendes voltam? Mindjárt kiderül, amint Alice kinyitja az üveget. Gyerünk, Alice, alig várom, hogy megtudjam az eredményt. Ne sietes, muszáj összeszednem az erőmet. Csend, ne hátráltass a koncentrálásban. Bocsi. Alice, 3, 2, 1, mehet! Szóval itt az idő megtudni az eredményeket. Igen is, kapitány! Harmadik helyet Diana nyerte el 108 ponttal, a második Alice 105 ponttal, az első helyzet pedig Amerika lett 102 ponttal. Gratulálok! Szeretném minél előbb megkapni a nyereményemet. Remélem, hogy még nincs vége. Persze, hogy nem. Még van elég feladatom neked. És hány feladat van összesen? Ezt nem mondhatom el, akkor elrontom a meglepetést. Nyomjuk a következőt, mit kell csinálnunk? Hát kövessetek, egy különleges feladat vár rátok. Mik ezek az edények? Ez egy akadálypálya. Csukott szemmel kell elmenni a bárhoz, és megnyomni a gombot. És ha valamihez hozzáérünk, akkor vége van a feladatnak? Nem lesz vége, de olyan hangzavar lesz, hogy alig tudsz majd nyerni. Most én akarok első lenni. Hé, Amelka kezdett mindig elsőként. Engedd el, megnézem. Nem akarok utolsó lenni, mindent megteszel az ellen, hogy ne tudjak átmenni. Minden készen van, kezdheted. Hát, Alice végzett, és a legnagyobb zaj, amit az akadálypályán való közlekedésben okozott, 100 decibel. Én vagyok a következő, utána néztem Alice után, és tudom, hogyan kell átadni. Amelka, kezdheted? Készen állok. És Amelka, a te eredményed 81 decibel. Még csak én vagyok, és megtudjuk, hogy ki a nyertes. Ha készen vagy, akkor kezdheted. Mentem. És így Diana eredménye 69 decibel, ami azt jelenti, hogy nyert. Igen, akkor kaphatok díjat is. Ne olyan gyorsan, a feletteszten átmentél, de azért sok van még a végéig. Mi a következő feladat? Kövess! Az előbb az volt a feladat, hogy nyisd ki egy italt, most pedig az a feladat, hogy fenékig kell inni egy szívószállal. És mi a lényeg? A szívószál nagyon hangosan lötyög, ha már csak kevés ital marad. Anya folyamatosan azt mondja, hogy ne szívjam így, mert ez ízetlen. Ebben a körben az fog nyerni, aki a leghalkabban fejezi be az italibását. Most én szeretnék az első lenni. Rendben, kezd el és én mérem az zajszintet. Mm-hmm.
A te eredményed 83. Olyan hangosan szívtad, hogy a város másik végé is hallottam. Szerinted neked jobban fog menni? Persze, én hang nélkül is tudok inni. Gyere, akkor bizonyítsd be. Egy pillanat, bekapcsolom a készüléket, és már kezdheted is. Elisnek 96 decibel. Azt mondtad, hogy csendesen iszol. Ugyan, alig lehetett hallani. A zajmérő nem ezt mutatta. Gyerünk, Amelka, te vagy a következő. A te eredményed 79. Ezt hogy csináltad? Most, hogy már mindhárom pohár üres, kihirdetem, hogy a nyertes Amelka. Mi lesz a következő kör? Alig várom, hogy megkapjam a díjat. A következő kör az igazi próbatétel lesz neked. Túl kell élni 20 másodperc csiklandozást, az fog nyerni, aki a leghalkabban neved. Amelka, te vagy az első, és miért én? Eddig is mindig te kezdtél, szóval gyerünk. Te csak félsz, de én nem félek. Csajok, fogjátok meg a zajmérőt, mert most én leszek a hóhér. Mehet. Ennyi volt, állj! A te eredményed 67. Most Diana következik. Hé, miért nem a tiéd? Elisz csiklandós. Komolyan? Nem, egy picit sem, csak nem szeretem. Gyerünk! Állj! Diana eredménye 50. Ez halkabb, mint a Melkáj. Elisz, te vagy a következő! Hol van? Úgy látszik, hogy annyira megijedt, hogy elszökött. Lehet, hogy itt van? Te mit csinálsz itt? Bújkálok, mert az az igazság, hogy nagyon csikis vagyok. Ezt megértjük. Ha nagyon félsz, akkor feladhatod. És veszítsek? Hát nem, akkor adok neki egy esélyt. Gyerünk! Állj, a te eredményed 85. Szóval én nyertem. A következőt végezzük el gyorsabban. Ebben a feladatban az a lényeg, hogy minél halkabban üríts ki az édességet a csomagolásból. Mindent ki kell üríteni, csak az kap egy pontot, aki a leghalkabban csinálja meg. Ehetünk édességet? Én vagyok az első. Nyisd ki a csomagot, bekapcsolom az zajmérőt. Nem rossz, a te eredményed 104 decibel. Ki a következő? Én vagyok a soron. Diana eredménye 100. És már csak egy résztvevő maradt, Alice. Készen vagyok. És akkor az első győzelem Alice-é. Gratulálok. Most megehetjük az édességet? Persze, hogy megeheted. Mielőtt elkezded a következő feladatot, ki kell húzni. Tedd be a kezed és vedd ki. Ki fog választani? Nyomjunk egy kőpapírollót. Rendben, egyezem. Kőpapírolló. 1, 2, 3. Én nyertem. Kalapálj be egy szöget. Kövessetek. Mindenkinek be kell verni egy szöget a rönkbe. Az nyeri meg a kört, aki a leghalkabban csinálja meg. Ennyi. Még sose vertem szöget az életemben. Az a legfontosabb, hogy ne üsd meg az ujjat. Én már felakasztottam egyszer egy képet. Szóval, ki szeretné kezdeni? Kezdj el, hisz neki van a legtöbb tapasztalata. Könnyű, nézd és tanulj. Tessék. De na. A
A te eredményed 97. Lehet, hogy tudsz szöget verni, de nem halkan. Néztem, Alice, ahogy csinálta, készen vagyok a feladatra. Akkor te vagy a következő. Vedd el a kalapácsot és kezd el. A te eredményed 97, nem rossz, de még mindig hangos. Ezt lehetetlen hang nélkül megcsinálni. Most én vagyok a soron, add ide a kalapácsot. Készülj fel, és már mehet, és... Rendben. Mindannyian hangosak voltatok, ezért ebben a körben nincs nyertes. Ez hogy? Figyelem, az utolsó kör jön. Húzd ki a feladatot a kalapból. Játszunk újra és nézzük meg, hogy ki fog választani. Rendben. Hőpapírolló, 1, 2, 3. Én nyertem. Szóval azt, amit lehet itt, azt csináljuk meg. Beleugrani a medencébe? Remek feladat, kövessek. És akkor mindegyikötök ugorjon be a medencébe a lehető leghalkabban. Nem lehet csak simán lemenni? Nem, az nem lenne igazságos, ugorni kell. Ki akarja kezdeni? Én vagyok az első. Készülj fel, ha jelzek, akkor ugrasz majd. Vigyázz, kész, rajt! Az eredményed 103. Diana a következő. Én félek ugrani, menjen Alice! Itt én vagyok az edző. Te vagy a következő, különben ki leszel zárva. Az én parancsomra vigyázz, kész. A zajszint 96 volt. Most én következek, remélem, hogy meg tudom csinálni. Vigyázz, kész, rajt! Alice eredménye 96 decibel, tehát Alice nyerte meg ezt a kört. Ez volt az utolsó feladat, szóval itt az ideje összefoglalni. Nem bírom kivárni, hogy megtudja, melyikünk nyert. Számolta valaki, hogy hány győzelme van? Én mindent felírtam, így az első helyezett Amerika, második helyen van Diana és harmadikon Alice. Jó ég, szóval nyertem! Még nem tudjuk, hogy a nyertes milyen nyereményben részesül. A győztes 1000 dolcsis jutalmat kap és plusz 6 üvagit kap. Csajok, melyik feladat jött be nektek a legjobban? Nekem például tetszett a medencés feladat. Nekem is tetszik a medencés feladat. Az én kedvencem az édesség volt, simán játszanám újra. Skacok, és nektek melyik feladat tetszett jobban? Írjátok meg kommentben! Nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Hello mindenkinek!